Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben hallgatják a műsorunkat. És hát nagyon boldog vagyok, mert végre itt ül velem Gálvölgyi János, akit a hallgatók persze nagyon-nagyon-nagyon jól ismernek. Lehet, hogy még nálam is jobban. Nem, mert nem hiszem, mi nagyon régóta ismerjük egymást. És nagyon régóta készülöttem, hogy én egyszer úgy igazán kikérdezlek, János, de most eljött egy olyan ok vagy alkalom, amikor ez végre olyan igazán a helyén van, és az apropó az számomra hihetetlen fontos, mert azt gondolom, hogy az utóbbi idők egyik legjobb darabját láttam. A Pintér Béla Marshall 56 című darabját. És mikor itt arról beszélgettünk, hogy te abban kvázi főszereplő vagy, én így fogalmaznék, mások szerint nem a Marshall úr a főszereplő, de hát ez mindenki most mindenki főszereplő. Igen. Akkor azt mondtad, hogy ez neked nagyon, nagyon nagy dolog az életedben. Igen. Ez borzasztóan tetszett, hogy ezt mondtad, hogy olyan szerény ember vagy te valójában. Annak ellenére egy halhatatlan. Tudom, hogy a halhatatlanok társaságának is tagja van. Nem szerénységi, rajongó ember vagyok. Én borzasztó hálás vagyok azért, hogyha nekem valaki örömet okoznak. És én régóta itt ebben a rádióban, ahol most ülünk, én mindig mondtam, hogy Pintér Béla, akit én nem ismertem, csak a előadásait ismertem és rajongtam. De sose találkoztál vele? Sose találkoztam vele, és megvádoltak azzal, hogy én valami, nem tudom, kapok valami havi apanást, nem tudom, hogy én mindig bemondom. De én ezt őszintén mondtam be, és őszintén mondtam, nem találkoztam vele, csak úgy, ott voltál ugye a színházban, most ugye Újpesten játszunk, és akkor van az a vasajtó, és akkor megnéztem, meg még itt a átriumban is, amikor én mondtam, milyen jó lehet ott bent nekik úgy együtt, és akkor. És aztán megtörtént számomra ez a csoda, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt Pintér Bélát megismertem, beszélgettünk, hadáruljam előtt, beszélgetés előtt mi már beszélgettünk, igen, hogy én mindenhol 1 órával korábban értem. Kezem. Igen, akartam is mondani, hogy most itt a nyilvánosság előtt kérek elnézést. Egy félreértés, folytán szegény, te itt váltál egy fél órát rám, nagyon-nagyon szégyen. Lényeg az, kérlek szépen, hogy az átrium előtt álltunk 3 vagy 4 évvel ezelőtt a feleségemmel, 6 órakor, amit a szegény megőrül, hogy még kell 1 órával korábban menni. Mert te mindenhová 1 órával korábban. Igen, hát a színházban, amikor én játszom, akkor én 1,5 órával korábban, de ez abból adódik, hogy én 20 évig öltöztem, hogy Trátonyi Robertella tál. És egy színésznek 6:25-re kell bent lenni a színházban, de hogyha én nem voltam benne 3 lett, akkor azt mondta Robi, hogy elkéstél. Tehát, hogy ne zuhanjon be az ember egy előadásra, most színészről beszélek, nézőként sem bírom, aki valaki 7:10-kor, amikor már ül mindenkine, akkor lehetőleg az első sor közepére megérkeznek késő jövőjék, Gézáék a családdal, és akkor bevonulnak, fölállnak, nem mindegy. Visszatérek, akkor állunk az átrium előtt, és akkor ott állt egyszer csak 3 ember, nejemmel ottan toporogtunk, és akkor 3 emberről egy ember úgy jött fel, és azt mondtam, hogy mondtam, hogy jutok ez a Pintér Béla, figyelj, lehet, csak így ember másra nem álltott, és akkor így ismerkedtem meg Pintér Bélába, szervusz, rajong. És akkor... Hát ő azért tudta, hogy te ki vagy, gondolom. Hát nem érdeklődtem, de vagy hallott rólam, vagy nem, hát nem, ezt nem tudom. És akkor megtörtént ez a csoda, hogy tavaly márciusban fölhívott engem, viszont a Pintér Béla. Azt hitted, hogy valaki utánozza a hangját, és hülyeskedik veled? Hát nem csak hirtelen, hogy mondom, az a Pintér Béla, most nem akarom ezt túl dramatizálni, szóval tényleg nagyon nagy öröm volt, nagyon nagy boldogság volt. Hozzá kell tennem, hogy én évekkel ezelőtt gondoltam rá, hogy írok neki egy levelet, annak idején Márkus László Jancsó Miklósnak írt levelet, akit nem ismerték egymást, hogy szeretnék önnel dolgozni, hogy írok Gál, vagy János színművész, hogy szeretnék önnel dolgozni. Végül dolgozott, Gyulán dolgoztak, és hát élvezte a Laci nagyon. Már nézős, hogy Márkus lelaciztam. Nem, visszaugrok Pintér Bélára, nagyon nagy boldogság volt, nagyon nagy öröm volt, és úgy érzem, hogy színészileg egy nagyon nagy, hogy mondjam, váltást kellett tennem olyan értelemben, hogy ahogy én próbáltam, ahogy én, az olyan fiatal tehetséges,
ez nagyon bután és ostobán hangzik, elnézést kérek, hogy én most úgy néz ki, mint a megint pénzt kapnék, hogy ilyeneket mondjak, hogy olyan kollégák közé kerültem, hogy csodálattal néztem őket, ahogy próbálnak, az a munkamód. Egész másképp, mint amit te megtanultál, hogy megszoktál? Én másképp, én megmondom őszintén, másképp próbáltam, másképp próbálok a mai napig is. Ezt el tudod magyarázni a laikus hallgatónak? Magyarázni, én úgy próbálok hosszú időn át, de ez egyéni módszer, nekem szöveg problémám soha nincs, hogy én hosszú-hosszú időn át tartom a szöveget a kezemben, nem azt mondom, hogy lötyögök, hanem úgy fölmérem a dolgokat, és az utolsó egy héten szoktam úgymond úgy fölrepülni. Ez nem minden kollégának tetszik, mert addig ők repkedtek össze-vissza, és aztán ők addigra már leülnek. Én így szoktam meg 50 év alatt, és akkor itt azt láttam, hogy az első-második próbától itt már itt nem lehet izén rötyögni, hanem úgy menni kell. Arról nem beszélve, hogy meg vagyok áldva egy olyan előadással, amiben ott van a rendező, ott van a koreográfus, ott van a zenei nagymester, ott van az író, és mindez egy személyben, úgy hívják, hogy Pintér Béla. Igen, hát még sok minden hívnak Pintér Bélának, hogyha ezt most így kiszélesítem, és azt is gondolom, hogy az az elképesztően pontos dühe, amit ő ki tud fejezni egy ilyen darabbal, az határozza meg valószínűleg azt is, hogy a színészeit hogyan mozgatja. Na most téged egyáltalán nem úgy ismerlek, mint egy dühös embert, mint egy gyűlölködő embert, mint egy haragos embert, hanem úgy a... Hogy is fogom? Harmónia maga vagy. De tényleg, hát olyan régóta ismerelek és látlak, és az arcodon van mindig egy, ha nem egy egész, akkor egy fél mosoly. Veled szemben, Juli. Ja. Nem láttalak olyanokkal, akik meg is versz. Jó, mindesetre azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy a Pintér Bélánál most egy olyan darabban szerepelsz, amelyik hát ököllel veri az asztalt, aki megmondja végre egyszer mindenkinek a szemébe, hogy hol élünk, hogy kikkel kell együtt élnünk, hogy kiknek vagyunk kiszolgáltatva, hogy mi történik ebben a világban, és ordít ellene. Na most te is ennek a történetnek vagy ugye részvevője is, meg eszköze. Ez milyen érzés volt? Nagyon számára? Jó érzés. Hát egyáltalán most nem csak erről a darabról, ha te ezt szülted le belőle, akkor ezt szülted le, ez a jó. Minden Pintér Béla darabról, de minden más színház előadásról, ha az nekem nem ad valamit, és nem azt mondom, hogy aha, akkor megette a Ferenc az előadást. Én a Pintér Béla darabokért azért rajongtam, meg rajongok a mai napig a többiért is, nem csak ezért, amiben benne lehetek, mert valamit, amit én elviszek magammal, és azt mondom, hogy aha, igen, én ezt ugyanígy gondolom, mint ez az ember, aki ezt írta. Ja, hogy ez a Pintér Béla. Ja. És ugyanúgy, hogy fölrakta a színpadra valami, ja, hogy ezt a Pintér berakta föl. És aztán vannak ezek a kollégák, akik abszolút, hogy mondjam, nem kiszolgálói, hanem megfelelnek annak, amit az író, a rendező és a színész kolléga Pintér Béla szintén elvár. Tehát, hogyha ez a darab nem szólna semmiről, akkor nézd, amikor azt mondják, hogy én vígjátékokat játszottam nagy szériában. De azok is valamiről szólnak, mert ha nem, akkor kutyakomédiák. Én ezt nem gondolom, hogy te, nagyon sokan azt mondják, hogy te egy ilyen vígjátéki színész vagy. De azért, ha belegondolok, én láttam olyan darabot, ahol te nagyon komoly drámai szerepet játszottál, jól, úgy, ahogy azt egy drámai szerep eljátszótól az ember elvárja. Nézd, itt is ez... azt mondták, hogy ez most nem olyan gárvölgy, és megjátszom a hárman a padont, amiben egy öregem, igen. Hát ha az ember nem kap olyan feladatot, hát ha nem kapok egy hangszert, amin lehet, hogy tudok játszani, hát nekem mindig zongoráznom kell, és lehet, hogy kitűnően játszom a szakszofonon, vagy hegedűn, de ha nem adnak a kezembe, na, akkor... Na, de ez akkor... pont ezt akartam volna mondani, hogy viszont ahhoz, hogy te el tud játszani marssal, hogy ilyen László van másik Stefánka neve, László. Stefánka Lászlót, hogy kicsit spoilerezek, én szeretek. Ugye ráismerünk arra a Dózsa Lászlóra, aki nem pontosan... Tudom, hogy ráismersz rá, ez nem, a te dolgod. Nem, ez az én dolgom, mondom, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt kire utal a Pintér Béla, bár nem is olyan fontos, mert 100 ilyen történet lehetne még. Csak azt akarom mondani, hogy
ahhoz, hogy te ezt a szerepet így játszd el, és ne bohócnak, ne tényleg egy kinevetni való utolsó rongynak add el, hanem a dráma benne legyen. Ennek az embernek drámai az élete, igen, azzal, hogy végig hazudta a 70 évet. Tehát valójában azt kellett eljátszanod, hogy te egy őrült bolond, miközben egy szerencsétlen figura vagy, ja, vagy nem? Most nem kisebbíteném a saját érdemeimet. Ez az író érdeme, aki ezt így írta meg. Beszélgettem más riporterrel is ez ügyben, és azt mondta, hogy milyen szépe. Nem, hát ez így van megírva, tehát ez a Béla, aki nem menti föl, de elmondja azt, amit el kell mondani erről a jelenségről. Most mondtál egy nevet, de hát rengeteg ilyen nevet tudnék mondani még, akik ebből éltek, élnek. A hazugságból. A hazugságból, igen, igen, igen. És ezt egyre jobban díjazzák manapság, úgy látom. Mi ennek a darabnak a legfontosabb gondolata szerinted? Én nem tudom, te, hogy ezt nekem Hegedűs Géza bácsi tanított a főiskolán, és akkor azt mondta, hogy egy darabot elmesél, hogy miről szól, hogy mit üzen egy darab, mindenkinek mást üzen. Van, neked, aki... engem most ez érdekel, hogy téged, Gál Völgyi Jánost, ez hol fogott meg a leginkább? Hát nézd, egyrészt két olyan alapműből van összegyúrva, de ki fogok kapni a rendező igazgatótól, hogy ha elmondom ezeket. Mert mindenki két tudja, hogy nyugodtan van, mondd. Tehát a Szent Ivánéből és a Bulgakovból van összegyúrva. Ez nekem már, mert a Mesteres Margarétát én van egy kitűnő, ragyogó orosz feldolgozás a filmen. A csodálatos Baszilasvili játssza a főszerepét. Na mindegy, lényeg az, hogy meg szoktam nézni, komolyan mondom, negyed évente legalább egyszer, pedig 10 rész. Tehát van ez, akkor van a Shakespeare, aki egy nagyon ügyes jó író volt, tehát ebből a kettőből van ez összegyűrve, és azt mondja, amiben élünk, csak annyi síkja van ennek, hogy van, aki megérti, azt mondta, hogy aha, ez a Szent Iván, aha, ez a Mester is van, aha, ez meg, tehát annyi síkja van, és annyi mondata van, amit vagy megértesz, vagy nem értesz, hogy mit viszel haza, hogy én mit vittem haza, vagy viszek haza ebből az egészből, hogy arról szól, amiben élünk, és talán akinek erre van szeme, ami nem hájogos, hanem azt mondja, hú, az anyját, tényleg? Gondolod, hogy van olyan, aki nem veszi észre, hogy ez itt és most van nagyon sokan, nem veszik észre, hogy itt mik folynak, akiknek, hát nem mondok, nem akarok megbántani, mert aztán följelentenek a gyengéllátók. Nem, hogy nagyon sokan nem látnak. Ja, értem. Nem látnak. Hát igen, a hájog az nagyon kemény dolog. Az előbb még utaltál arra, és szeretnék visszatérni, én tényleg érdekel nagyon, hogy a próbák jó, meg kell tanulni hamarabb a szöveget, értem, igen. És nem lehet csak ott téblábolni és figyelni a többieket, de például a rendező, író, dramaturg egy személyben, Pintér Béla, leült-e a színészekkel, és elmagyarázta-e, hogy most itt miről van szó? De szerintem nem kell. Be akarok látni a kulisszák mögé, amit értékel. Nem, egyrészt nem kell elmagyarázni. A hangsúlyokat a Béla pontosan tudta, hogy hova kell tenni. A hangsúlyt, azt nem csak egy jelenetben a hangsúlyt, hanem egy mondatban a hangsúlyt. Ő tudni kell, hogy minden előadást néz is. És minden előadás után, vagy a második elő, a következő előadás előtt, ő mindenkit személyre szólóan megvannak, az föl van írva, nem tudom. Tehát minden újabb előadás előtt elmondja, vagy után, hogy mi volt az, ami aznap nem úgy volt? Régen volt úgynevezett ügyeletes rendező a színházakban, amikor fölírták, és akkor tehát figyelték az előadást, jó szemmel figyelték, hogy egy előadás ne essen szét. De Bélánál erről szó nem lehet, hogy szétessen valami. Hozzá kell tennem, hogy én például, miután már említettem, hogy nagyszériás darabokat játszom, csak akkor működik egy darab nagyon jól és nagy szériában, hogyha fegyelmezett, és nem esik szét. A Béla odafigyel a hangsúlyra. Nem mondom, nem csak a jelenet hangsúlyokra, hanem egy mondatban, hogy mi hangsúlyos, hogy eltemettek élve, vagy hogy élve eltemettek, mert másképp szól. És én ennek nagyon örülök. Neked sok mindent mondott?
mond mindig, és én már mondtam neki, hogy ebben az a borosz, hogy megy, mondom, na most érkezünk el, hogy most amit... akkor melyik volt az utolsó instrukció? Amit reggel mondott a Béla, és nem az, amit este. De ez jó. Nagyon nagy a siker. Igen. Óriási tapsvihar, nagyon sokan vannak ebben a színházban egyébként, úgyhogy ebből azért, és egy üres hely nincsen. Nincs. Ehhez te minden esetben hozzá voltál szokva, vagy most így a siker hirtelen nagyon jól jött, mert talán egy picit elmaradt. De most nagyon nagyképűen hangzik, amit mondok. Én általában olyan darabokban játszottam, aminek sikere van. Márkus László annak idén azt mondta, hogy a színházi válság, most a pandémia ez egy más dolog, de hozzá kell tennem, hogy amikben én játszottam, tehát játszom a Rózsavölgyében, játszom a játékszínben egy darabban még, azok teltházzal mennek, most nem a személyem miatt, hanem a darabok miatt. De ezt akartam mondani, hogy ahol te játszol, ott általában nagyon sokan vannak. De nem biztos, hogy a siker az azonos azzal, mint amikor egy egész társulatot megtapsol. Igen, de hogy jönnek, az, hogy bejönnek, tehát, hogy a újpesti, nem tudom milyen központba bejön 460 ember és plusz, kimarad még 60 ember, én ilyet komolyan, szerint ezért ennyi év alatt én nem nagyon erről beszélek, láttam. Tudod, pont hogy, erről beszélek, Jani, hogy olyan mérhetetlen nagyobb, mint a elfogadottság, a sikere, keresettsége, stb., hogy ebben részt venni nyilván nagyon jó. Hát na, erről beszéltem az ajtóról, tudod, hogy milyen nagy dolog, hogy amikor na most oda is kérlek szépen, ugye korábban kell mennünk, mert nem tudom, milyen, meg kell közelíteni a célpontot, én mindig elsőnek érkezem tulajdonképpen, tehát egy olyan 2 órával korábban, tényleg. Úristen, ezt tudtam volna én is. És jön az ajtó, ott az az ajtó, amit mondtam neked, és akkor úgy nem látja senki, mert egy lélek nincs rajtam, kívül ott a büfében ülnek ketten, már a büfések, és én bemegyek azon az ajtól, és ez nekem nagyon-nagyon jó. Már a bemenés is igen. Hova mentél be ugyanilyen lelkesen, ha most visszagondolsz, eltelt egy-két évre, amit a színházzal töltöttél? Én bárhova, ami színházat jelentett, meg bármi olyan ajtón bementem, ami ki volt írva, hogy idegeneknek tilos bemenni, ez még gyerekkoromban a Madács Kamara Színházba bementem, és akkor autogramot gyűjtöttem, meg kértem, meg minden. De miért gyerekként tudták, hogy téged érdekel a színház, vagy miért? Engem gyerekként csak semmi más nem érdekel, csak a színház. Ma ezt akartam kérdezni az előbb, de még nem jutottam el oda, hogy visszapörgessem a gyerekkorodig a történetet, de akkor nyugodtan kezdjük ezzel. Madács Kamarában például anyukámmal mentünk, és akkor ment a... Sokszor? Mert a Madács Színházban most, vagy a Kamarában, vagy a Nagy Színházban, még a régi Madásban volt büfés, vagy jegyszedő, vagy ruhatáros volt mamámnak egy ismerőse. Tehát oda kaptunk jegyet, ingyen jegyet. És akkor a délutáni adás volt, különleges világnap, Tavi László darab, Gregus, Ladányi Ferenc, ne? És akkor bementem azon az ajtón, amit tudtam, hogy az csak a színpad lehet, mert itt a nézőtér, és ez lebózza, és bementem a gyerekként. És akkor emlékszem, ilyen párnázott ajtó volt még a Madács Kamarában, az öltöző ajtó, és kopogtattam, de hát nem lehetett hallani, és akkor benyitottam, és ott állt a Gregus Zoltán ilyen hófehér sejem alsónadrágban. És üvöltve kizavart. És hát rohantam ki anyámhoz, és mondtam, ilyen rossz színész, mint ez a Gregus bácsi, ilyen nincs a földön. Hány éves voltál? Hát 8-10 éves lehettem. Eltelt 30 év, és nagyon jóban voltam a Gregus Zoltánnal, nagyon szeretett engem, nem tudom miért. Rádióban találkoztunk sokat, meg tévéztünk, és egyszer mondtam, Zoli bácsi, elmeséltem, azt mondta, fiam, te olyan marha vagy, hát miért nem mondtad akkor, hogy te vagy a Gálvölgy? Na úgyhogy nekem én annak idején, amikor a Hársa utcában bemehettem a Madár Színházba, az volt nekem még egy olyan, hogy bementem, és a portás, akkor még nem kérdeztem, hogy hova megy. Ma már lehet, hogy megkérdezni, mert nem is tudja, hogy ki vagyok. Madács. Valahogy a Madács az neked beépült, mert hogy a gimnáziumot is név alapján választottad. Igen, hogy a Madács gimnáziumban, hogy hát automatikusan, ugye folytatólagosan megyek a Madács színházba. De közben volt 20 év tália. Az egy elég jó gimnáziumi periódus volt, ahogy olvastam, hogy jó osztálytársaid, jó tanáraid, tehát a gimnáziumban elég sokat kaptál, de adtál is, jól tudom, mert osztálytársaitól, vagy iskolatársaitól hallottam, hogy már ott is rengeteget bohockodtál meg, őrültködtél meg. Nem bohockodni, biztos. Jó, bocsánat, nem. Nem, úgyhogy nem, abszolút visszahúzod a gyereket. Hanem az előadó művészeted már ott látszott. Igen. De hát én egy borzasztó szégyenlős pali voltam. Most is?
Én a mai napig szégyenlős vagyok. Úgy, ez elképesztő. Ez hogy csinálod így együtt ezt a kettőt? Hát azért, mert ez egy más dolog, amikor én kilépek a színpadra. Az nem én vagyok. Illetve amikor a színpadon állsz, akkor azt mondta, hogy az egy másik ember, igen. És abban én, ha enyém az a szerep, abban én mindent megcsinálok, de Gálvölgyi Jánosként én nem merek semmit megcsinálni. Ez nagyon-nagyon érdekes. Zavarban is vagy magánéleten? Tulajdonképpen kerülöm a találkozásra. Nem, én tényleg egy borzasztó szemérmes pali vagyok. Én azért például banketten, vagy pedig ilyen összejöveteleken én azért nem szoktam. Nem nagy képűségben, de már mondhatnak bármit rám. Nem megy oda el? Nem, én maximum 2-3 percet tudok ott lenni, mert nem érzem magam. De érdekes, nem tudok viselkedni. És lehet, hogy akkor tényleg ez a kettős személyiséged, ez tudott abban segíteni, hogy valami belső vágy mégiscsak a színházhoz üzött, és akkor ezt le tudtad küzdeni. Hogy a fenébe? Nem féltél, mikor mentél felvételizni? Ja nem, hát téged fölvettek a Kimit Tuddal, ugye? Kimit Tuddal előtt nem vettek föl kétszer, és tudom, a Kimit Tudd után vettek föl, igen, egy évvel. Én a mai napig, hogy mi neked a színpadra lépés előtt, én be vagyok tojva, de miután egy tisztességes felkészülés van előtte, tehát jó lelkiismerettel, amikor beléptem, akkor én már ott vagyok. Én abban bízom, hogy a hallgatóink között nagyon sok olyan fiatal ember szerepel, akinek fogalma nincs, hogy mi az a Ki mit tud. Gyere mondjuk meg el. Az, hogy ki az a Gálvölgyi. Volt tehetség. Hát ma minden héten van minden csatornán, ilyen kereskedelmi csatornán tehetségkutató verseny. Minden, de mostanában általában tázdali énekeseket keresnek, mert nagyon nagy rá igény. Én nem tudom, mert nem, most az nem akarom bántani őket, mert én nem nézem, mert nem érdekel. Én azt hiszem, hogy tudom, hogy világhatalom vagyunk, ezt olvastam több nyilatkozatból, de ennyi táncdal énekes, komolyan mondom, hogy Grönlandon, Amerika, most ennyi, na mindegy. Mire megtanuljuk az egyik nevét, mondjuk teszem föl meg a kis Böskét, addigra már másikon föltűnt Nagy Kati, és akkor így, szóval nem tudom. Baj, ha valaki meg akarja mutatni a tehetségét. Nem baj. Sok tehetségből kiderül, hogy melyik az igazi. De ha nincs neki, és minden héten ezt mutatja, az gáz. Szóval lényeg az, hogy mi apánk ruhájában, stylist, én apámnak a nyakkendőjében, egy fehér nejlonikben, az érettségi öltönyben álltunk ott, nem voltunk kitalálva. Az a 68-as Ki mit tud, amiben több kategória volt, én egyéb kategória voltam, a zene kategóriában végzett egy 13 éves kisfiú, aki nagyon sokat gondolkodtak, hogy helyesen zongorázik, hogy belebújt a zongorába. Úgy hívják most őt, hogy Sir Schiff András, igen. Vagy András Schiff. Ez ugyanaz az év volt, igen, amikor te indultál. Emlékszel még ennek az egésznek a hátterére, hogy te, aki zavarban vagy másokkal, aki visszahúzol vagy, ahogy mondod, aki szégyeled magad, inkább nem... Hogy döntötted el, hogy humoristaként, vagy másokat nem. Utánozva, vagy most már nem emlékszem egész pontosan, hogy mi volt a számod, de légy szíves, mondd el. Igen, és hogy ezt hogy tudtad leküzdeni? Borzasztó egyszerű volt a dolog. Kirúgtak a főiskoláról. Én akkor jártam... De miért akartál főiskolára menni? Hát mert színésznek. Akkor még nem úgy voltam, hogy azt mondja, jó napot kívánok, vagy ki színész vagyok, és már színész valamelyik sorozatban, már celeb, már sztár, már amit akar, már... Van szinkron színés, minden színés, mindenki színész már. Akkor azért még nem így volt, szóval még nem volt abban a rohadt egypárt rendszerben. Hát az volt a menet, hogy az ember főiskolára jár, elvégzi, leszerződik. Tehát logikus volt, hogy nem vettek föl, jött a Ki mit tud rá két hétre. Én szavalónak jelentkeztem, mert volt vers kategória. Tehát te előadó művész akartál. Hát hogy a fenében állt még. És akkor azt mondták, hogy annyi szavaló van, hogy Dunát lehet lelekezni. Nem tudok valami mást. Kérdezte az elvtársunk, mert van a rohadt egypárt rendszerben, így hívták az embereket, hogy elvtársnő, és akkor mondtam, hogy hát el tudom mondani Velszi Bárdokat, például el tudom mondani színész hangon. Azt mondja, az mi? És akkor mondtam, hogy hát ez már eleve dramatizálva van, van egy mesélő, Edward Kerrangra léptett Fakó Lobán, megszólal Edward, hadd látom, hogy... És akkor kiosztottam egy ilyen szereposztást, mesélő Horváth Ferenc, Edward király Keleti László, akiket én tudtam utánozni Diliből. És akkor... Kicsit vissza tudod ezt idézni? Hát azt mondja, hogy hadd látom, hogy megítélt, Edward Keleti László, Szabolcs, Ámris volt, Kimbolt cirkuszban, de volt benne. És akkor, hát amikor én ezt bementem, és azt mondtam, mi jön Gálvölgyi János, a budapesti versenyző, Arany János Velszi Bárdok. És azt mondták,
húha, bicsi, és akkor fölkapták a fejük. Na, ez volt. Ilyet még nem hallottak? Nem hallottak. A második a középdöntőben Cyrano orvonológia volt, megint csak nekem. Na, erre emlékszem, látod. Erre emlékszem. Latinovics Zoltán mondhatta volna szebben kislovak, más-más hang nem bele, én hallja csak. Kihívon, és akkor kihívon, nem. Ez volt 17 hang, és akkor jött a Karinti Így írtok tie, amit Abodi Béla, aki annak idején nagy csoda volt, lényeg az, hogy és akkor ezzel én megértem, aki mit tudott. Honnan tudtad ezeket? Úgyhogy gyerekkoromban én magányos gyerek voltam, ezt már elmondtam nagyon sokszor, bábszínházaztam otthon, úgyhogy ezt senki nem láthatta, csak én láthattam. Hallgattam szombat este a rádiókabarét a rádióban, ahol hát színészbácsikat hallottam. Rátonyi Robert, én is mindig Kamos hallgattam, László, az olyan isteni volt a rádiókabaret. Igen, és akkor a báb színházban az egyik hang, egyik kezem elkezdett azt, hogy Kellér Dezsőre, a Mági Kamos Lászlóra, és akkor már két hangon tudtam beszélni. És de otthon mit szóltak ehhez? Hát senki nem látta. Nem mutattad meg? Hát Isten, hát én, aki szemérmes gyerek vagyok. De még a szüleidnek sem? Nem. Apámtól annyi segítséget kaptam, volt egy vaságyam, annak a végére csinált nekem egy bábszínházat, tehát eltakarva, és amikor már valami hülyeséget tudtam, akkor a gangról benéztek a gyerekek, de engem nem láttak, csak a kezemet látták. Tehát nem mutattam ezt meg senkinek. Hanem jó, és akkor magam. Azt gondoltad magadban, hogy, ne, hogy ugyan szégyellem magam, de kiállok, és ezt megmutatom. Hát de, akkor én ugye, amikor nem vettek fel a főiskolára. Jó, de hogy jelentkezel, most nem a Kimi Tudról beszélek, hanem amikor eldöntötted, hogy te mindenáron előadó művész akarsz lenni. Neked papundeki dobozból csináltam magamnak magnetofont, az régi írógépen volt, tudod, írógép szalag. Az volt, hát nekem nem volt pénzem vizére, és akkor délután hazamentem az iskolából, egy kulcsos gyerek voltam, és felolvastam a újságot, meg bármit. Úgy képzeltem, hogy én egy rádióstúdióban ülök, én vagyok a rádióbemondó. Ebből kifőleg bizonyára van az a képességem, hogy nagyon gyorsan tudok olvasni, tehát egy oldalt, egy könyvet, én Ungvári Tamással, aki nagyon hiányzik, ugye volt egy ilyen beszélgetés műsor, nem hitt el a Tamásra, hogy én egy könyvet simán elolvasok. De hogy simán elolvasok? Hát van egy gyors olvasási képességem, de biztos, hogy ez a gyerekkoromból. Tehát én otthon azt játszottam, hogy rádióbemondó vagyok, színészbácsi vagyok, nem tudom én mi vagyok. És akkor hát nekem, én nem akartam semmi más. A szüleid miért nem voltak otthon, ők mit csináltak egész? Hát dolgoztak. Jó, de mit? A szüleim mit, dolgoztak. Gondolom, anyukám hogy dolgoztak. Anyukám ápolónő volt, apám pedig tisztviselő volt, tehát ők elmentek. Tehát ők egész napra elmentek. Igen, dolgozni. És akkor olyan pekjem volt, hogy Csengeri utcában laktunk, hogy a Dob utca, át lehetett látni a mi konyhablokból, át lehetett látni a Dob utcai iskola folyosójára. Tehát nekem kb. 3,5 percet haza kellett érnem, tehát nem mondtam, hogy nem jött a busz, és aha, akkor elmentem. Ha nagyon kirúgtam a hámbalok, az Almási téren fociztam, mert akkor még szerettem a focit. Ja, ma már nem szeretem. De ezt a focit szeretem. Tehát értem, és amikor aztán ott Kimi Tudon ezt így megmutatod, akkor nem volt kétséges nyilván a felvételeztetők számára, hogy ezt az embert, ezt ide azonnal be kell Major Tamás azt mondta, hogy elmegyem, de nem megy meg a színésznek. És akkor mondtam, hogy most rúgtak ki egy hete. Kinél volt, mondom, Simon Zsuzsának, mindent értek. Mondta, én nem értettem semmit, és akkor egy évre vettek fel. Nem volt boldogság, megmondom, az a 4 év főiskola. Miért? Mert üldöztek, nyúztak azzal, hogy mi? Most kit utánozok, hogy kinek a hangján beszélek. Holott, ja. Nem lenne egy normál hangom, akkor nem tudnám elváltoztatni, mert ha így beszélnek állandóan, akkor nem tudnék más hangot, mert rányomná ez elvét. Na mindegy. Nem... Hát ez lehetett a legnehezebb, hogy kialakíts egy saját hangot. De mert az meg is... volt a saját jó, hangom. De értem, de a színészethez azért az is nagyon fontos, hogy az ember dolgozzon a hangján, hogy bizonyos hát helyzetekben ez... ne feltétlen, és hogy ki tud kapcsolni azokat az emlékeidet. De ezek nem jönnek, ezek olyan, nem tudom, szokták megkérdezni, elnézést nem is nézek rá, akkor megkérdezik, művészökem, az hogy nem keveri össze a szövegeket? Tehát, hogy amikor ezt nem gondoltam megkérdezni. Csak, de nem, hogy nem szakadt föl valami, nem, hát olyan nem létezik, hogy azt mondja neked, hogy Rajz János, és akkor más hangon fog beszélni, hát amíg nem bomlik meg az agyam, addig nem fogom eltéveszteni. Hát olyan nincs. Nem, én nem erre gondoltam, félreértettél, vagy én félreérthetően fogalmaztam, igen, szoktam néha. De én arra gondoltam, hogy miután ennyire sokféle hangon tudtál megszólalni, ahhoz, hogy egy komoly darabban egy saját Gálvölgyi Jánosi stílust meg tudjál valósítani, kialakítani, megtanulni, mert az, én azt képzelem, de lehet, hogy túl értékelem a színészek feladatát. Én igen, azt mondom, hogy minden egyes színész
színésznek van egy saját hangja. És hogy ez lehet, hogy volt neked gyerekkorodtól kezdve egy ilyen adottságot, hogy valami nagyon jó hangon meg tudtál szólalni, de azt hiszem, hogy azért lehetett még nehezebb a helyzeted, én csak képzelem, mert el kellett magad távolítani mindazoktól, akiket ennyire beépítettél magadba. Nem. Külön kell választani a saját hangot, tehát azt mondom, hogy nekem most valami a riport kapcsán megnézték, hogy 190 nem tudom hány filmet szinkronizáltam. Hát szeretjük nagyon azokat a szinkronokat, amiket na bocsánat, azért, mert van egy olyan hangom, hogy ide-oda tudom tologatni. Na most a Rajz Jánost, vagy a Bástil Lajos, az egy speciál, velegig, ami egy bevédhívás. Tehát, hogy mondjam neked, azok jellegzetes hangok, vagy modorosságok. Persze, a karaktereseket lehet. Ugye a főiskolán volt ez, hogy tanár úr, elég modoros vagyok már ahhoz, hogy nagy színész legyek. Tehát Latinovics Zoltán. Engem, amikor fölvettek, például nagyon hátul volt, úgy mondják, az ám. Tehát nem azt mondtam, hogy álom, azt mondta, álom. Na most a Latinovicsnál ugyanez a szájzal kicsit megvolt, tehát ki kellett nyitni, és pattogtak a tejk, mert nem nyitottak ki a száj. Na mindegy, nem akarok ebbe bele, mert nem akarok szakmázni. De nagyon érdekes, amit mondasz. Saját hangom nekem megvolt. Az, hogy az ember mikor érik be, az nekem a Kazimir azt mondta magam, 40 éves kora után lesz magában jó színész. Hát. De te ez is benne volt abban, amire mondott, hogy ez a 4 év nem volt igazán leányálom, vagy tőle, nem, boldogság. Kik voltak a tanáraid? Kazimir Károly, Gáti József, Hegedűs Géza, Gyárfás Miklós tanított még nekünk dráma, nem tudom. Most mondod a Gáti Józsefet. Hát, igen, nekem. Tök véletlenül nagyon jól ismertem, mert igen. Egyházban laktunk egy darabig. Jaj, az öreg anyukájával lakott ott. De hát annál, hogy is mondjam, most rosszot fog mondani, mert a szó jó értelmében modoros, de valami elképesztő módon szavaló ember volt. Hát azt nem lehetett könnyű, nem. Hogy te azt követni tud, amit ő követne. Hát egyrészt megtanított tanulni. Tehát a Gáti azt mondta mondjuk szerdán, vagy nem tudom én, hétfőn, szerdára megtolni negyedikének, az 28 van. És az nagyon nehezen. Nem mindegy, Gátinál egy szóvigi hangzóért föl hozzávágott valamit az emberhez. Erre gondolok, igen. Tehát neki nagyon fontos volt, hogy te hogy hangoztatod mondat végét. De hát azt a csodát, hogy például a Gáti, hát nem most már elmondott, dohányzott is. Igen. De most ő beszívott egy vizet, és elmondott egy arany balladát úgy, hogy a fülén is jött a füst, de valami olyan gyönyörűen mondta, hogy ültünk, és nekem a könnyeim kijött, azt mondtam, hogy ha egyszer én olyan nagy színészt leszek, hogy majd dohányzom, beszívom a cigarettát, jön a fülembe, és így elmondom az Ágnes asszonyt, vagy bármit. Nem, a Gáti tanárunknak én nagyon-nagyon hálás vagyok. Egy meglehetősen keserű ember volt hát, színészileg, de ahogy a Jónás, a Babicsot majd, hát azt, nem, azt ajánlom minden, ez legyen a reklámhelye. Jó. Gáti József. Nem tudom, találunk-e Gáti Józseftől. Én nagyon-nagyon boldog voltam. Jónás tőle, könyvét, de hát találunk. Minden esetre az, hogy elvégezted 4 év alatt úgy a főiskolát, hogy közben szenvedtél ugyan, de hát gondolom azért mégiscsak a helyeden volt. Nekem Nádasdi Kálmán, hogy ismerhettem, hogy a közelébe lehettem, igen. Olyanra nyitotta ki a szemünket, hogy képzőművészet, Nádasdi Kálmán, aki opera, a zene, akkor a Hegedűs Géza bácsak a világirodalmat meg szeretette az emberrel, és azt mondta, hogy kérem szépen, Kajdajonnál nagyobb bíró nincs. Megnézte, hát rájöttem, van nagyobb bíró, csak elhittünk neki mindent, tudod. Úgyhogy csodálatos volt, hogy hát, szóval kinyitotta az ember szemét arra, hogy van zene, van irodalom, tehát amit a gimnázium az én. Tudod, hogy személy szerint neked voltak sérelmeid, de hogy az a főiskola akkor nagyon magas színvonalú volt, az biztos. Hogyne. Na jó, és akkor mi volt a vágyad? Tehát az, hogy rögtön a Madách Színházban, Itáliában kezdtél, ha jól hát, tudom. A vágyam az volt, hogy a Madách Színházba kerüljek, de az a Vámos osztály volt, a Kazimír osztályba kerültem, és akkor ez ennyire le volt osztva akkor? Le volt, hát logikus volt, hogy azt hiszem a mai napig, hogy Vámosra nem tudom ezt a főiskolát, már mindenki nem tudom hova kerül, mindegy, ebben nem akarok most belemenni. De majd még egy kicsit azért erről kérdezni le. De szóval lényeg az, hogy a Kazimír volt a Tália Színház igazgatója, Vámos volt a Madácsnak, nem tudom, főrendező igazgató éppen akkor, és akkor azok a tanítványai mentek a Madácsba, akik a Vámoshoz jártak, milyen Kazimírhoz kerültem, mert a Kazimírt ismertem régebről, és így kertő magához. És bántad, hogy a Táliába került?
Az hát nem, a Thália akkor olyan színház volt, mint azt mondom neked most, mint a Katona Jó. Tehát azért ez egy... Neves színház volt. Hát ott ment a helytartótól kezdve, a Rozsda temetőn át, a Mario és a Varázsló, a Tóték, a Kalevala, az ős Kalevala. A fizikusok nem ott ment? Nem, az a Vígszínházban. Na a lényeg az, hogy viszont amikor odakértem, akkor kezdett picit úgy, kicsit, tudod, amikor a gép olyan lassan száll le, tehát nem zuhanóba szállt, hanem jött a népművelő körszínház, Csusingura, Kalevala, ezek még mentek, Ramayana, és aztán én kiszálltam abban, azt mondtam, hogy ezt ezer egy éjszaka. Unalmas lett, vagy milyen? Nem, láttam egy tévé közvetítést ezer egy éjszakával, magam is benne volt, és azt mondtam, hogy hát nem voltak, hogy mondjam neked, emberi szituációk, vagy színészi eljátszani valók. Álságos volt, és formális. És... De ugyanakkor kinyitotta az emberek szemét, tehát ember nem hallott még a ezer egy éjszaka meséről, vagy a Kalevala, vagy a Karagőzről, ugye török bábjáték, meg minden. Tehát ilyen értelemben, de színészileg nem okozott semmi örömet. Jó, és hogy kerültél a Madácsba aztán? A Madácsba úgy kerültem, hogy jött a Művészszínház, Törőcsik Mari vezényletével, ahol én engem még kisebb rúgtak, maradhattam volna, ám de előtte Kazimír Kári, aki amikor kikerült a hatalomból, beszéltünk, és azt mondta, akkor most a Madách színházat eset, és akkor már... Jó, mert ugye azt, itt csak magyarázatként, mert van, aki ezt nem tudja, hogy az, hogy jött a Művészszínház, az azt jelentette, hogy a Thália kvázi megszűnt, mert a Thaliába költözött be a Művészszínház, tehát ott nyilván neked választanod kellett, hogy esetleg maradtál volna. Nem, hát nekem mondom, Kazimírral én tárgyaltam, és akkor azt mondta, hogy akkor a Madách. És a Kerény Imre, az a bizonyos Kerény Imre, aki nekem nagyon jó igazgatóm volt, és én akkor már tudtam, hogy én szeptembertől a Madách Szenz tagja leszek, amikor leültem Törőcsik Marival tárgyalni arra, hogy mi legyen velem, nagyon megkönnyebbültem, amikor mondtam, hogy ne izgassa magát Mariska, én szeptembertől már a Madáchban vagyok. De az volt nekem egy olyan boldog, hát az Madách Színház, és akkor... Tehát rengeteg, azóta a Madách Színház tagja vagy. Hát már tag nincs, idén lennék 29 éve, ha lennék a Madách Színházban. Most néztem, hogy mikor játszottál a utoljára, hiszem 12-ben. Akkor volt utolsó premier. 12-ben volt utolsó premier. Mi a fenne történt, hogy ennyire... Tehát egyrészt az a csodálatos hajó, amin be volt ígérve, hogy lesz majd Shakespeare meg minden, az elindult a rózsaszín musical szigetek irányába, és ezt nem félrejtés, nincs benne rossz érzés ilyen értelemben, mert a musical ez egy tudsz fiatalos. Tudsz énekelni, mit akarsz? De egy fiatalos műfaj, hát ez nem öreg trottyoknak van, hegedűs a háztetőn, aztán mondjál még egy öreg tessék, darab. Ott nem a hegedűs a háztetőn. De nem, az megy máshol. Nem fogok a kérdő, nem is akar, nem erről van szó. Vannak azokban is öreg bombi. De az, hogy a próza teljesen ki lett írtva. Miért ez a pénz irányába elment színház egyszerűen? Ezt más kéne megkérdezni, aki vezető pozícióban van ott. Én csak a véleményedre vagyok kíváncsi. Nem hogy, tudom, nem. Hát hogy biztos, ma erre, hogy... megy, erre megy a néző leginkább. Abban a színházban, ha már Pintér Bélából indultunk el, úgy látszik, ott úgy érzik, hogy ez kell a nézőknek. Van, ahol az kell, hogy gondolkodjál. De itt meg beülsz, ez is kell, az is kell. Ez nagyon fáj neked, hogy a Madáchban gyakorlatilag a legfeljebb a épület előtt mégyel, és akkor nem nézed a bejáratot? Nézőként sem. Nem. Az, hogy vagy neked, nem az fáj, hanem az fáj, hogy egy műfaj, egy olyan színvonalas műfaj tűnt el a Madách Színházból, amire azt mondta az ember, hogy azért hát ez azért jó volt. Meg hogy akik ott voltak, hát megnézek majd egy színlapot, komolyan mondom, nem, esküszöm, nem minden rossz indulat nélkül fogalma nincs, hogy kik vannak benne, bizonyára nagyon jók, meg szeretik őket, Isten áldja őket. Az, hogy kik vannak benne, az még csak adján, de hogy miről szól, vagy hogy milyen típusú darabok ezek. Ezek kipróbál vagy... dolgok, hát nem azt mondom, hogy bemutatjuk most, mit a Mamma Mia-t, miről szól, semmiről nem szól, de okoz 3 kellemes órát annak, aki ezt szereti. Hát miről szól a pillangók is, az világ hülyesége, vagy a... Na hát, jó, hát nyilván hát, nem is így gondoltam, hogy a tartalma mi, hanem hogy a színháznak szól, a tart... Hogy mit ad nekem, aki azt szereti... Ha megfogalmazzuk, hogy mit akar az a színház, akkor hát ezt akarja. Ezt akarja. Na jó, viszont hívnak most is, és dolgozol is olyan helyeken, ahol nagyon komoly szerepeket kapsz. Orlai produkcióban, igen. Akkor a Rózsavölgyi, igen. Szalomban láttam, hogy van előadásod, sőt Vidéken is, Győrben láttam, hogy, igen. Dolgoztál a Padon című, azt itt is csináltátok, igen, ugye? Hárman a Padon. Igen. Az egyébként egy remek darab, azt láttam. De ez megint egy olyan dolog, hogy olyan darab, ami ha mond neked valamit, akkor ez egy nagyon szép szívdarab, tehát nem egy limonádé,
Dante, nem a világirodalom klasszikusa, három embernek a sorsa. Három öreg embernek a sorsa valójában. Három ember. Jó, mi de... az, hogy igen, Julika? Én veled azonosulva, nagyjából azonos korosztályhoz is tartozva. Benedek Miklós, hiszem, Gárvegy János és plusz Egri Márta. Igen. Azért plusz, mert öregből hagyjuk ki a Mártát. Ja, persze, nem illik ezt így mondani, de hogy mennyire életszerű valójában, azt hiszem, az, amit ott itt csináltok, és aminek az, aki nézi, és valami köze van már ehhez a korosztályhoz, finoman mondom, az nagyon átérzi azokat a pici fájdalmakat, meg a nagy fájdalmakat, igen, amik itt igen. összeütköznek. És gondolom, hogy nagyon jól tudtál azonosulni ezzel a szereppel, vagy a te életed nagyon más? Nem. Nem kell azonosulni. Hát ezért, de ön most művészül a harmadik Riárdot játsza. Igaz, hogy otthon a családot föltrancsírozt? Nem igaz, nem. Darvas Iván, aki csodálatos Darvas Iván, szerencsém volt dolgozni, és vele meg jár. Na, utána az egy kicsit imádtam a hangját. Ne haragudj, Júlia, nem tudom most utánozni, drága Iván. És Iván mondta, amikor játszott az Őrült naplóját, és mindig megkérdezett művészről, és akkor még, amikor vége van magam, még őrült, azt mondta, nem, vége van az elő. Nem, hát nincs az, hogy az ember akkor még, mit tudom, hazaviszi, hát egy sebész orvos, mert azt mondja, hú, kiszedem az asszony vakbelét, mert még nem. Hát vége van a műszaknak, kész, úgyhogy Bodrogi Jussi szokta mondani, egy rendes színész meghajlott tapsolni, az egyik keze ott abban már jégszekrényben, hogy mit fogok inni? Egy sört? Nem. A dilettánsoknál van az, hogy jó. Akkor még utána izzadt szakad a víz. Jó, értem, ez nagyon jó bombó volt, amit bombók sorozat, amit most itt elmondtál, mindazonáltal én azt képzelem megint, naív kis agyammal, hogy amikor egy színész jól játszik, akkor azokban a pillanatokban azt képzeli, hogy ő az, akit játszik. Ja, ilyen értelemben, igen. Nem, de persze nem, mert akkor lehet, hogy most látod, én mondtam valamit félre, hogy vége kell, hogy legyen. Egyszer láttam egy tévériport, egy színház, volt, te már nem emlékszel ilyenre, voltak nem, élő színházi közvetítések, és akkor egy neves kollégánk mondta, hogy akkor vége volt az előadásnak, társalgóban ült, és mondta, hogy hát még egy kis türelmet kell, mert a főszereplő nő még nem tud jönni, mert ül az öltözőben, sír, annyira a hatása alá került saját maga. Mondtam, ez a színésznő a saját hatása, ott pusztul, hát ez egy dilettáns liba, hát ő magától van meghatva. Nádasdy Kámra azt mondta, hogy ne én sírja, a néző sírja, ne én sírja. Persze. Hát, lehet, hogy azért sírt, mert nagyon rosszul nyert. Hát ilyen színészet kevésre találkoztam. Jó, de most akkor megint még nem szállok le rólad, hogy nem, amikor én, ezt az idős férfit kellett játszanod, és az, annak azért elég sok családi problémája van, meg az hát egyeztet. Igen, hogy valahogy az az érzésem, hogy neked azért nagyon át kellett helyezned magad egy másik idős férfi szerepébe, mert neked nagyon jó életed van. Én azt tudom, van szerencsém ismerni csodálatos feleségedet, Jutkát, és azt is gondolom, hogy ez egy remek háttér, amiből te érkezel. Igen. És az elején beszéltünk a harmóniádról, meg a kiegyensúlyozottságodról, biztos, hogy ennek is köszönhető, hát, hogy ilyen remekül van. Két csodálatos lányom, tehát ami a darabban van, az egy egészen más dolog. De hát az ember nem így építkezik, tehát nem magából, hanem lát, meg jön, meg olvas, meg minden. Jó, persze, kicsit naív ez a kérdés. Ja, nem, csak mondom neked, hogy összehasonlítottalak azzal, akit játszottál hárman a padomban. Nem, hát a Jutka nélkül, vagy a családi háttér nélkül ez a dolog nem működne, és igen. Tartok, hogy addig fog ez működni, amíg az működik. Tehát ez oda-vissza hat. És akkor most, várjál, még van az a másik szereped is, ami most fut, és amiről a végszó talán, igen, az végszó, a címe, Rózsabogyimen. ami ugyancsak nagyon sikeres darab. Igen. Én sajnos azt nem láttam, olvastam róla, arra még mondasz egy pár szót? György Inusival, hát ez a szakmánk, hogy én például én nagyon jó színész, és nem találkoztunk így színpadon soha. Ő egy színészt, rendezőt játszol, ugye? Vagy nem, egy öreg, valaha egy nagyon híres színészt játszom, mm-hmm. akinek van egy színésztő lánya, aki igen. most éppen nagyon megy, de már ő is meg van sérülve a pályától, meg minden, és akkor van egy unokám, a Csibi Gergő, aki meg ugyancsak kis színész volt, de abba is hagyta a pályát, hogy miért. Ez a színészi pályáról szól. Igen, tehát három generációról szól. Ez is egy olyan szívdarab, ahol a apa-lánya és a fiú kapcsolata, tehát ennek a három embernek a kapcsolata, és van egy ápolónő benne, akit meg kell említenem, úgy hívják, hogy Bajor Lili. Uh-huh. Bajor Lili,
Ennek a lánya. Igen. Szóval három emberről szól, de abban is olyan mondatok hangzanak el, ami ha ül az ember, és nem vele történt meg, azt mondja, hogy aha, tényleg, Lenkéknél ugyanez. Szóval, hogy ismerős történet. Igen. De a színészetről is szól, és arról, hogy... Igen. Hogyne. Lehet, hogy azért is szeretjük. Nem azért is, mert valami nem a színészetről szól, de nagyon szeretjük játszani is. Na jó, hát nem csak színpadokon, ilyen típusú színpadokon szerepeltél az életed során, hanem jó néhány olyan helyen, helyzetben, amikor más kellett adnod, mint amit egy színésznek. Tehát nem a rendező várta el, hogy akkor kiír darabnak a szerepét, főszerepét, mellékszerepét, stb. Eljátszd, hanem magadat adtad. Igen. Ezek azt hiszem az összes olyan rádióműsor, tévéműsor, kabaré és egyéb fellépések, ahol a humorodra épült, vagy épül ma is az, amit csinálsz. És valahogy mindig azt éreztem, hogy ez neked elképesztően könnyen jön. Tehát olyan, mintha csak meg kellene ráznod magad, és már folyna ki belőled. Most is, ahogy itt ülünk és beszélgetünk. Tehát nem kell rajta gondolkodnod, hogy most valami jó, humoros dolgot mondjál, hanem tele van ezzel a fejed és a lelked. Ez így van? Hát ez biztos egyrészt adottság kérdése. A színpadi humorom, vagy a színpadi jelenlétem, vagy a improvizációs képességem, vagy a észjárásom, ez biztos, hogy abból adódik, hogy amikor én kezdtem a pályámat, és nem vettek fel a főiskolát, nagyon sokat léptem föl. Léptem én föl Erkel Színházban, Népstadionban, Kocsmában, ahol... Népstadionban? Ne, Szúrokon, persze, minden évben, május, nekem május 20-án volt a szünetekben föl kell akkor lépni a Népstadionban? Nem, Szúr, Juli, Szúr. Ja, színészek, újságírók rangadóján. Hát amikor igen. 70 ezer ember jó, volt. Persze, mert Szúr. Hogy hát persze. Bocsánat, fantasztikus érzés volt. Na mindegy, tehát ott is meg kellett felelni, de egy vidéki kocsmában, bisztróban, a Gellért szálló báján föllépni. Tehát az ember megtanulta azt, amit a főiskolán nem tudnak megtanítani. Tehát olyan, mert ez egy laboratórium. Itt az ember meg a mélyvízbe, tehát ott, amikor visszaszólnak, le kell szólni, vissza kell szólni. Tehát azonnal kell reagálni, erről beszélek, amikor azonnal kell riposztozni. Ez a Kamara Varieté, ami most játékszín. Ott nekem volt 800 előadásom. Ugye, 800? 800, mert a főiskola előtt, mikor megnyertem a Kimitot, volt egy szerződésem úgy, hogy a Kamara Varietében, ahol naponta két előadás volt, hétvégén, szombat, vasárnap három volt, tehát hat előadás volt, magánszámmal természetesen, és hát csináltam valami egy egész év, nem tudom, az rengeteg előadás, és az még olyan volt a Kamara Varieté, akkor, hogy bőröndel ültek, Géza megjött volna, gyere, menjünk ma, gyere, és közben kimentek, bejöttek, ettek. Jézus. Szóval az egy, na most ott azért meg kellett felelni, és meg kellett csinálni a sikert. Tehát ott nem lehetett azt, hogy hát már nem tudom, olyan rossz közönség van ma. Tehát ez nem volt biztos, mese. Nem. Kik írták ezeket a szövegeket? Mindig na te most vagy nekem a Kamara Varietében Baremi Mázin volt, ugye, mert nyertem ezzel a csodával, hogy ki mit tud, Karinti, Cyrano, Arany János, de azt mondták, hogy azt nem a Kamara Varietében, és akkor volt egy Sós András nevű humorista, Isten nyugosztalja bandit, és akkor voltak táncdal szövegek. És akkor táncdal szövegeket vettünk elő, és azokat mondtam el színész hangokon. Tehát most, amikor van egy ilyen divat, amikor volt nekem nagy sikerem, élete, pályám csúcsa volt a Kis Grofónak a bulibárója. Igen, ezt megkerestek hoztam engem, hogy akkor ez micsoda ötlet, mondtam, jó. Hát ezt megcsináltam már 68-ban. Ez úgy, nagyjából ugyanez volt, hát, hogy slágerszövegetnek a... Slágerszöveg, csak akkor voltak még, hát a Szenes Iván itt írdalom, Es Nagy István, meg hát akkor zsenik voltak ezek. Egyet nem mutatsz meg, csak egy kicsit. Hát nem emlékszem, tehát volt például a Cserhátinak volt a nagy sláger, a Kicsi, gyere velem rózsát szedni, és azt elmondtam a rajzás, a Kicsi, gyere velem rózsát szedni, még el nem megy a nyár. És akkor, de voltam, a latin, Zoltánnal volt a így múlott egy bétes magyar úr, húzd rá a gitár, csak hogy nem tudom, már nem emlékszem már ezekre, hát már elszállt rég. Van egy magánested, ami már nagyon régóta. Egy önálló estem volt, nem, az a játékszínben volt, ami igen. Idén nem megy, mert nagyon költséges ezt kérdezem, volt. Ezt kérdezem, tehát hogy volt egy önálló est, ami, hangosító, meg de ez többször is nem megy. Játékszínben ment, most nem tudom, meg gondolom anyagi okok miatt, nem is merek másra gondolni.
kapcsolni, hogy anyagiakat miért nem. De várjál, ilyenkor nem keresnek meg, és nem mondják, nem, hogy nem. Hát bocsánat. Ja, most... ja, nem megy automatikusan, nem megy. De te nincs kiírva, kész. Ilyen egyszerű a dolog. Azért mondom, hogy egyik legköltségesebb produkció volt, tehát én bementem 7 óra 5-kor, volt egy világosító, egy hangosító, és egy ügyelő, aki széthúzta a függönyt, majd kijöttem 9 órakor. Akkor erre nehéz azt mondani, hogy nincs rá pénz. És telt házzal ment. De hogy félnek tőled. Jó, hát abban voltak napok, de hát én nem mondok de semmit, csak azt, amit látok. Na, hallom. Ez a baj, talán nem. De az életemről szólt, mert nagyon édes dolog. De te mik voltak abban? Mikről beszéltél? Ahogy megszülettem, és hát még lehet, hogy azt kellett leadni most itt a Dobszerdában, nem? De ezzel voltam, én meg kell mondanom neked, és jól hangzik, pedig hát ha nagyon lecsupaszítjuk, vagy elmondjuk őszintén, jól hangzik, hogy voltam Londonban, ahol színházat kellett cserélni, olyan nagy volt az érdeklődés. Tényleg, ez igaz? Ez igaz. Igen, igen. De voltam Dublinban vele, Zürichben, közben jött a pandémia, és akkor az még mindig áll. Úgy, de hogy ott milyen nyelven csináltad ezeket? Hát magyarul. Hát, a magyar hát közönségnek? Hiszem, Londonban többen élnek magyarok lassan már, mint Magyarországon. És borzasztó fura volt, mert mondom, hát becsúszik napi aktualitás. És borzasztóan rettegtem attól, hogy hát, de jobban tudják, mint itt, ugyanis Londonban olvasnak újságot, nem azt a 6-ot, ami ugyanaz, néznek televíziót, nem azt a 4-et, ami ugyanaz, hanem jobban értesültek, és talán nem véletlenül vannak Londonban, és nem itt élveztek engem, úgyhogy, hanem ott kint. De akkor ez most nem jó neked, hogy ez a te önálló ested, ez... Miért lenne jó? Hát annyival kevesebb szer kell elmennem hazul. De jaj, hogy nem. János. Nem. Olyan hihetőnek akarod láttatni ezeket a fájdalmakat. De nincs, hogy nem. Ez nem fájdalom, hanem nem. Öröm. Jaj, de jó, nem kell mennem. Nem. Hát a fájdalom lenne, én nem hordozok fájdalmakat, nem, hála Istennek. És hát addig, amíg elindultunk, én szeretem a rondó formát, és ugye, mint itt szoktam ülni, mint műsorvezető péntek délőttönként, hogy a Pintér Bélában, hát amikor az embernek van egy ilyen öröme, hát miért fájjon egy olyan él, ami... Teljesen igazad van, én egyetértek veled, és én is így látom a világot, de azért azt el tudom kezdeni, ne adjunk, hogy nem. Ezt megcsináltad, és most lenne helye, de nem. Nem is nem bizony mondom, hogy nem. Én például, bocsánat, meg egy mondatot, hogy a heti hetest meg szokták kérdezni. Na, azt akartam, mindig, most jutottam hogy oda. Hogy hiányzik-e ilyen értelemben, emberileg igen, tehát a társaság, nem mindenki, a társaság hiányzik, az a túra, szellemi túra, amit az ember végigcsinált 7-től 9-ig, az hiányzik. Az, hogy én hozzászok napi dolgokhoz, amiket látok, hallok, az nem hiányzik. Mm. Pintér Béla néha egy kicsit segít ebben, hogy mégiscsak hozzászólj napi dolgokhoz, igen, de akkor az ő hangján szó. Az el van emelve, tudod, és az a nagy dolog abban, hogy ez nem egy konkrét biztítság, a Béla mit mondott tegnap, vagy mit evett, pacalt a Géza, hanem olyan Cuzánben van. Szóval a heti hetes, mint műfaj nem hiányzik, a barátait hiányoznak belőle. Akik, igen, akik igen, közel igen, állnak, igen, vagytak igen, hozzád. Ma van olyan, aki azt mondja, hogy hát ő sajnálja, hogy abban részt vett, múltkor itt utána a Verebes, aki hát, ezt mondta, és hát biztos van olyan, akinek már nem jó emlék. Az a madár, amelyik a saját fészkébe tojik, az azt én nem. Az nem is, nem is madár. Hát a veréb is madár. Jaj. Ne személyeskedj. Nem, a te kezdted. Igaz. Viszont van egy könyved, láttam azt a HVG kiadó. Lesz, bocsánat. Vagy készül egy könyved. De hát ez ugyanabból a témából, amiről már beszéltünk, ugye, hogy a régi nagyokat megpróbáld bemutatni. Igen, volt nekem egy sorozatom a HVG 360-on, és én úgy érzem, hogy annyian voltak, akik megérdemlik, hogy legalább a nevük forogjon, vagy néha felreppenjen egy kis csillag az égre. Amiről beszéltem én múltról, színházakról, kollégákról, arról próbáltuk összerakni, próbáljuk összerakni. Tehát nem a reklám helye még. Nem a reklám helye, az viszont nagyon fontos nekem, hogy a te számodra kik a nagyok? Tehát kik azok, akikre azt gondolod, hogy a mai nem csak a színész és rendező és színházhoz közel álló, vagy szakmailag közel álló generációnak, hanem mindenkinek tudnia kéne, hogy kik voltak, hogy azon kívül, hogy említette Darvas Ivánt, meg Major Tamást, meg nem tudom én, Gáti Józsefet. Hát, Júli, ez azért nehéz erre válaszni, mert én szerintem ezt én megfogalmaztam, és most idéznék magamtól, hogy ugye kimegyünk a Farkasréti temetőbe, ott azt látod minden színész síron a művészparcában, itt nyugszik a színész király.
Mert mindenki a színész királyává. Hát olyat nem látsz, hogy itt nyugszik a világ legrosszabb epizódistája, drága apám. Hát ilyen felület nincsen. Tehát én úgy érzem, és akkor most kikerülöm meg, megválaszolom a kérdésedet, hogy aki színpadra tette a lábát, nem rossz indulatban dilettánt, az mind-mind megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. Én kiemelni úgy, hogy most akkor XY, azt nem tudnék, mert nagyon sokan voltak rám például hatással, de nem biztos, hogy akik rám hatással voltak, azok másokra is ugyanolyan hatással voltak-e, mint rám. Tudnék mondani rengeteg nevet, de kiemelni meg nem akarnék senkit, mert még az emléküket is megbántanám. De hányan szerepelnek majd a leendő könyvedben azért. Én nagyon szeretném, és itt, hogy rengeteg fénykép lenne, tehát nem a Darvas Iván is, hanem aki nem a Darvas Iván volt. Én összeértem valami, hát nem lesz belőle ennyi, legalább 180 kép. De azt mondom, hogy a régi Víg Színház épületétől kezdve a régi Madár Színház épületéig, tehát olyan dolgokról, amikről mi még talán emlékszünk, vagy a felrobbantott nemzetről nem is beszélve. És úgy érzed, hogy a mostani kezdők, meg a középgeneráció, ezekre már egyáltalán nem emlékeznek? Nem úgy érzem, úgy nem. Látod, tapasztalod? Az Latinovi Zoltán nem tudják, hogy ki volt. Kolléga nem tudja. Tényleg? Kolléganő, nagyon menő kolléganő, nem mondom meg a nevét. Rutkai Éva azt mondta, igen, de hogy ő mi? Színész. Ja. Rutkai Éva, tényleg? Hát hogy? De ezt már annyiszor elmondtam, nem akarok én ezen manya vagyogni, mert azt hiszik, hogy ezért is pénzt kapok, hogy nem, de hát... Én úgy érzem, hogy nekem még kötelességem, amik itt vagyok, fogtam a kezüket, ezt még átadom, akit érdekel, megnézi, elolvassa, ott a YouTube meg lehet nézni, de lehet, hogy nincs rá szükség, egész másról szól a világ, ahogy látom. A Covid alatt szenvedtél attól, nem. Hogy nem tudtál színházazni, nem. Vagy csináltál? Nem. Valamit. Nem. Nem, nagyon élveztem, hogy egyrészt otthon voltam, rengeteget beszélgettem, meg voltak felkéréseim, ilyen, megismertem, hogy telefonban hogy lehet riportot adni, hogy lehet körbe beszélgetni különböző emberekkel, felolvastam, leolvastam, mindenfélét csináltam. Nem szenvedtem, hála jó Istennek, és kikerülte a családot. De hát én mániákosan kézmosós vagyok, itt valaki, amíg vártalak, jött valaki, kezet fogott, mondom, hát borzasztó kedves, de tényleg én is örülök, hogy látlak, komolyan mondom. És most vetted elő a fertőtlenítőt. Tehát ezt csinálom 40 éve, tehát nekem ez nem új. Ja, tehát te mindig is féltél a vírusoktól? A kézfogástól. A kézfogástól. Én például karácsonyra kaptam a lányomtól most egy olyat, hogy azzal lehet megnyomni a lift gombot, és van egy kampó, azzal lehet megfogni. Ja. De ezt 40 éve, ez biztos, hát azt mondja az orvosom, mikor kiengedek néha az elmegyógyintézetből, hogy nekem ez van, tehát. Ez a dilit. Igen. Nagyon örülök, hogy sok dilidről beszélgettünk, és biztos egy csomóról nem, de abban reménykedem, hogy Gálvölgyi János meg sokak dilie, úgyhogy ezért is örülök, hogy nagyon itt voltál. Szépen, köszönöm. Ez volt a mai dobszerda, Gálvölgyi János volt a vendégem, nagy örömömre. A műsorban Lantos Dániel, Csorba László és Budai Márton segített. Köszönöm az ő segítségüket, a műsorunkat a honlapunkon is megtalálják. Ott is lehet hallgatni, meg megnézni a hozzá illesztett képeket, esetleg videót. Talán Jánostól valamit bemutatunk. Kommenteket nem fogunk odailleszteni. És hát persze minden más fórumon is, ahol a Klubrádió hallgatatót hallgathatják a dobszerdát, vasárnap délben pedig megismételjük 12-kor. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!